Elnézést? Igen? Felvilágosítást szeretnék kérni. Miről van szó? Gyilkosságról. Hogyan? Levelekről, amelyek gyilkossággal fenyegetnek. Fogalmam sincs, hogy ilyenkor mit kell tenni. Igen, menjen fel a harmadikra, a három... Hányos szobában van? 311. 311. Kérem. Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét. Nem az Édenkert. Vegyétek elő az aktát, jó? Elnézést, igen? Nem tudom, jó helyen járok-e. Lenne egy fontos kérdés. Mivel kapcsolatban? Fenyegető levelekkel. Jöjjön be. Gyilkossággal fenyegetnek. Ki fenyeget kicsodát? Az apám. A mostoha apám. Már másodszor kapott fenyegető levelet. Foglaljon helyet. Igen. Valaki azt írja neki, hogy őt, a mostoha apámat, meg fogja ölni. Névtelen levelek? Igen. Itt vannak magánál? Nem. A mostoha apám nem tudja, hogy itt vagyok. A rendőrségen. Talán nem veszik komolyan a dolgot? De, csak nem akarja értesíteni a rendőrséget. Hogy miért nem, azt nem tudom. Jó. És maga miért jött mégis ide? Hogyha baja esik, ha tényleg meggyilkolja valaki, én leszek az első, akit gyanúsítanak. Köszönöm. Ezért vagyok itt. Mert köztudomású, hogy gyűlölöm a mostoha apámat. Tiszta szívből. A mostoha apja tudja ezt? Igen, tudja. Meg kéne mutatnia a leveleket. A mostoha apja neve? Foss, Rudolf Foss. Magát hogy hívják? Ingo Rolfs. De az anyja neve... Foss asszony. El lehet írni a mostoha apját? Igen. Van telefonja? Igen, otthon van, már is hívhatják. A telefonszám... Mutassa meg a leveleket. Tudják, ha tényleg történik vele valami, én leszek a gyanúsított. Senki sem fog töprengeni ezen. Egyszerűen én leszek. Nem veszi fel senki. Jó, én csak időben szólni akartam. Nem akartam hibázni. Akkor most mehetek? Egy pillanat. Azért a címét hagyja meg nekünk. Igen, persze, a címemet. Kocsival van itt? Igen. Kérem, várjon odakint. Csak, mi a véleményed? A fiatalember nem akar hibázni. És persze mi se akarunk. Jöjjön, elmegyek magával. A mostoha apja talán már otthon lesz.
Ez az ő kocsia. Most már itthon van. Na, látja. Odafent egy házas pár él. Mi lent lakunk. Ne hagyja magát lerázni. Tudja, szereti ezt tenni. Még az is lehet, hogy kineveti. Ne aggódjon. Lelőtték? Igen, igen. Fejezd már be a csatogást. Nem te, Berger. Igen. Igen. Már is megyünk. Na gyerünk, indulnunk kell. Bezárta. Hogy itt kell lenniük. Megmutatta nekem a leveleket. Aztán betette ebbe a fiókba. Az anyám. Hol van? Egy divatszalon vezetője. Felhívhatom? Rolfs úr, a mostoha apja mikor vette el az anyját? 2 éve. És nem adoptálta magát? Adoptálni? Hát valóban szóba került, de én visszautasítottam. Mi a mostoha apja foglalkozása? Üzletember. Illetve már nem az. Volt egy divatszalonja. De 1 éve eladta, azóta nem csinál semmit. Semmit? Ez talán kissé túlzás. Mire céloz ezzel? A magánéleti dolgaira. Csak azért adta fel a hivatását, hogy jobban élhessen. Persze a saját elképzelése szerint. És mi volt az elképzelése? Hát mindenféle. Több szabadidőt akart magának. Az élethez, a feleségéhez. Ezt a kulcsomót a halottnál találtuk. Tudja, melyik illik az íróasztalba? Fogalmam sincs róla. Itt nincs semmiféle levél. Fenyegető meg pláne nincs. Pedig bezárta ide a leveleket, a szemem láttára. Mikor volt ez? Tegnap este. Mondott valamit, amikor elzárta a leveleket? Próbáljon visszaemlékezni. Azt mondta, a második levelet, amiben halállal fenyegetnek. Nevetett, rám nézett, és azt kérdezte, csak nem te írtad? Azt mondtam, nem. Nem most, majd később. Azt mondtam, nem. Természetesen nem én írtam. Szó szerint mi állt benne? Nem tudom. Azt mondta még, nem rossz, nem rossz. Ja, igen, ez a tébolyult. Ez a tébolyult? Igen. Ezt a szót használta? Igen. Ez a tébolyult? Van valami sejtés, hogy ki lehet a feladó? Nincs. Rendben, de a mostohapja csak sejthetett valamit, ha ezt mondta. Ki maga? A halott a férjem. Rosszul, a fenyegető levelek. Fosszasszony. Bocsássanak meg, kérem.
Rózsasszony? Mindjárt megyek. A levelekről nem tudok. De hiszen a fia beszélt nekünk a levelekről, mert attól tartott, hogy őt tartják majd a gyilkosnak, hogyha a férjével történik valami. Őt? Igen. Szó szerint azt mondta, mindenki tudja, hogy gyűlölöm a mostoha apát. Ez így van, tiszta szívből. Nem értették meg egymást. De a gyerek nem gyilkolt meg senkit. Derek úr? Elnézést. Csak nem képzeli, hogy... Épp most jött meg a fenti szomszédasszony. Úgy. Jó, köszönöm. Fosz maga volt az élet. És mikor történt? Valószínűleg 9 körül. Istenem. 8:30-kor mentem el hazúról, még találkoztunk is. Megkérdeztem tőle, nincs-e szüksége valamire. Bekopogtam, erre kijött, épp akkor reggelizett. Volt még valaki a házban? Igen. A fia. Legalábbis odakint állt a kocsira. Más senki? Például Fosz asszony? Nem, elég korán szokott indulni, mint a férjem, illetve kicsit korábban. Maga tehát hány órakor távozott? Ja, igen, az előbb mondta, 8:30-kor. A fiú. El kell mondanom magának valamit. Itthon van? Itthon van. Feljönne hozzám még pillanatra? Jó, rendben. Menjünk fel. Borzalmas. Nem tudom felfogni. Meghalt. Bocsásson meg, kérem, hogy épp maga előtt borulok ki. Hozok egy zsebkendőt. Ah. Csak a fiú lehetett az. Kérem, foglaljon helyet. Köszönöm. Gyűlölte az apját. Tiszta szívből. Igen, pontosan. Igen, ő maga mondta. Ő maga mondta? Igen. Ezekkel a szavakkal? Ezekkel a szavakkal. Aha, tehát már vallomást is tett. Nem, azt mondja, nem ő volt. Ugyan már, hiszen ő meg az apja. Apát nem is szabadna mondanom. Folyton veszekedtek. Egyszer én is tanúja voltam. A fiú teljesen kiborult, egész testében reszketett. Tudja, hogy nézett ki? Az volt a benyomásom. Ha én nem jelenek meg ott, végzett volna az apjával. Ah. A fiú... Jó, tudom. Nem illik ilyesmit mondani. Réber asszony, mi volt a veszekedés tárgya Fosz úr és a mostoha fia között? Köszönöm. Fosz úr azt mondta, Ingó nem tudja megbocsátani nekem, hogy elvettem tőle az édesanyját. Elképesztő, igaz? Ez az én szobám. Zárja csak be nyugodtan. Egyetemista? Ha ezt annak lehet nevezni. Csak egyszer magyarázna el valaki, hogy mit ért ezen. Van még valami értelme? Fizikát tanulok. Csak azért, mert a tényekről van szó. De a tények, ha túl sokáig foglalkozunk velük, elveszítik a jelentőségüket. Nyilván egy szót sem ért az egészből. De. Az apja? Igen. Már nem él? Úgy is mondhatnánk. Az apám zenész. Teljesen bekattant. Ez mit jelent?
A zenészek mind drogoznak. Ezért vált el tőle az anyja? Már nem kellett neki. Nem kapta meg, amit akart. Soha nem fogadta el az anyja második házasságát. Nem. Én úgy érzem, hogy egy asszony már... Már ne futkározzon úgy, mint egy lány. Fosz asszony, a szomszédnője... A fiamat gyanúsította? Azt állítja, a fia ma reggel 8:30 még itthon volt. Ezt meg honnan tudja? Azt mondja, ő 8:30 ment el hazúról. Bekapogott magukhoz, hogy megkérdezze, vegyene valamit. Feltételezi, hogy itt volt. Látta a kocsiját az udvaron. Na és? Fosz asszony, a fiam ma reggel 8:30 még itt volt a lakásban, és a férjét 9:30 és 10 óra között gyilkolták meg. Annak a nőnek viszonya volt a férjemmel. Átvette a férjem előítéleteit a fiam ellen. Egyébként a fiam levelekről beszélt. Az előbb nem mondtam igazat. A levelek valóban léteznek. Az előbb miért tagadta le? Csak nagyon meglepődtem. A férjem mutatta meg. Megkérdezte, hogy ismerem-e a kézírást. A fenyegető leveleket kézzel írták? Igen, ismeretlen írással. Egyet viszont biztosan tudok. Nem a fiam kézírása volt. Elnézést. Indulhatunk? Igen, menjetek csak. Hirtelen tud a levelekről. Fel akarja menteni a fiát. Egyszer csak. Tudod, mi a véleményem? A levelek nem is léteznek. Számoljunk csak utána. Mikor is járt nálunk a fiú? Valamivel 10 után. Igen. Mennyi idő az út innen odáig? Alig 1/2 óra. Tehát Fosz már rég halott volt, amikor elindult. Nem biztos, hogy egyenesen hozzánk jött. Amit be kell bizonyítania, méghozzá percről perce. Jöjjön be, kérem. Mikor hagyta el a házat? Rögtön utána. Még láttam, hogy Réber asszony kihagyta. Milyen útvonalon ment? Már tudom, mire gondolnak. De jó. Lássuk, emlékszem-e még. Először is elmentem a könyvesboltba. Melyikbe? A templomnál. Ha vett egy könyvet, nyilván megvan a számla is, ugye? De nem vettem könyvet. Nem volt meg, amit kerestem. Talán emlékszik, hogy nézett ki az eladónő, nem? Nem. Hiszen láttam, hogy ez a könyv nincs meg. Mi a könyv címe? Lelőtték? Igen, képzeld el. Hihetetlen, nem? És ma reggel még láttam. Bekopogtam hozzá. Mit állapítottak meg? Fogalmam sincs. Azt hiszem, ingót gyanúsítják. Ostobaság. Óriási ostobaság. Csak nem támasztottad alá. Miért? Igenis, azt hiszem, hogy ő volt. Én meg azt mondom, ostobaság. És mit gondol a rendőrség, szintén ugyanezt? Valószínűleg. Hol van most? Csak nem tartóztatták le. Nem. Tehát 8:30. Igen, azt hiszem megvehetjük. Elnézést, a bűnügyi rendőrségtől jöttek.
Igen. Réber úr? Igen, a nevem Réber. A fenti lakásban lakom, a feleségem hívott fel, azt mondta, történt valami. Igen, így van. Talán már van is, gyanúsítottjuk. Nem, ennyire gyorsak nem vagyunk. Na igen. A feleségem azt mondta, hogy esetleg a fiatalembert Ingo Rolfszot gyanúsítják. Nem jött ki jól Fosszal, ez kétségtelen tény. Mindig hadilábon álltak egymással, de gyilkosság. A fiú eléggé érzékeny, mimóza, néha kicsi exaltált, de gyilkosság teljesen kizárt. Tudják, hogy Fossz fenyegető leveleket kapott? Maga honnan tudja? Tőle magától. Meglebegtette a szemem előtt. Azt mondta, képzelje, valaki meg akar gyilkolni. Közben nagyokat hahotázott. Azt kérdeztem, ki írta a leveleket? Névtelenek. Erre én egyáltalán nem fél. Erre azt mondta, pontosan emlékszem, egyáltalán nem. És újra felnevetett. Mondott esetleg valamit arról, hogy ki lehet a feladó, üzlettel kapcsolatos? Hiszen eladta a saját boltját, vagy magánjellegű? Nem mondott semmit. Most vannak fenyegető levelek, vagy nincsenek? Nem tudom. Nem állhat mindenki érdekében, hogy hazudjon. Még ezt se tudom. A halott egyre érdekesebbé válik, ez a különös. Hoztál róla egy fotót? Mm-hmm. Réber asszony tényleg a szeretője volt? Talán nem is az egyetlen. Gyere már. Jó, finos vagy. Igyekedj. Minden rendben? Mutasd magad, mutasd, igyekezd. Gyorsabban. Jó, megyek. Jó, jól van. Jó napot. Kérem, megmondaná, hol találjuk Fosszasszonnyal szeretnék beszélni. Meg. Kérem, Fosszasszonnyal. Halló? Ott találják. Igen, köszönöm. Engedjék, kérem. Fosszasszony, szeretnék valamivel többet megtudni a férjéről. Nagyon szimpatikus. Természetesen csak a fotóból ítélve. Igen, hol ismerkedtek meg? A divatszalon, ahol most dolgozom, régen az övé volt. Ott ismerkedtünk meg. Na és szabad tudnom, hogy hogyan? Egy napon behivatott magához. Igen? Maga az... Foglaljon helyet. Elnézést. Igen. Tehát... Nem csináltam titkot a maga iránt érzett szimpátiámból, igaz? Nem, biztosan nem. Minden alkalommal kimutattam, hogy sokra tartom magát. Hogy kedvelem. Nagyon kedvelem. Igazán nem csináltam titkot belőle. Nem. Teszek egy ajánlatot. Jöjjön hozzám feleségül. De Fosz úr, én férnél vagyok. Akkor várjon el. És jöjjön hozzám. És erre fel elvált a férjétől? Igen, mert igaza volt.
Az már rég nem volt házasság. Nem sürgetett. Hébe-hóba megjelent. És rám nézett. Ha eljön az időd, öleljen át. Mikor? Mikor ölelte át? 3 hétre rá. Van választásunk? A szemüvegem. Igen, így történt. Nadine, kérlek. Elnézést, vissza kell mennem. Egy pillanat. Van még egy kérdésem. A fia mit szólt a döntéséhez? A fiam? Nem tetszett neki. Elnézést, erről nem akarok beszélni. Gyilkosság történt. Mindjárt megyek. A fiam, Ingo, magánkívül volt. Férjed meg mi? Hiszen már férnél vagy. Ingo, vedd végre tudomásul, hogy elváltam. Az öreg elment, jó. Elég nagy baj, hogy iszik. De nem hagyhatom most te is cserben. És engem sem. Most nem léphetne még te is. És miért nem? Mondd meg, miért nem? Te is jössz velünk. Aztán összeköltöztek Fosszúr lakásában? Nem. Ingo nem jött velem. Nem akartam egyedül hagyni. Így egy ideig én is ott maradtam vele. Tarthatatlan állapot volt. Ingo egész nap lemezeket hallgatott, az apja felvételeit. Aztán én elköltöztem. Elnézést, de most tényleg mennem kell. Nem hallottad a csengőt? Itt a rendőrség. Maguktól is feljönnek, ha engem keresnek. Mondjam azt, hogy nem vagy itt. Ez az én szobám. Na, letartóztatnak? Nem. Szerencsém van, mi? Az anyja elmesélte, hogy jött létre a házassága. És hogy Fosszúr azon volt, hogy maga is elfogadja. Jól tudom? Azon volt. Hát persze, hogy azon volt. Mert az anyám megkérte rá. Mit keres itt? Hogy jött be a lakásba? Van kulcsom hozzá. Anyától kaptam. Miért? Te beengedtél volna? Aligha. Nem beszélhetnénk nyíltan egymással? Kérlek. Azt mondtam, nem értem, miről beszélhetnénk. Azt mondtam, ismeri a véleményemet, és azon nem változtat semmi. És hogy reagált erre? Megértelek. De nem akarod elveszíteni anyádat. De nem veszíted el. Ellenkezőleg nyersz valamit. Mi mindnyájan nyerünk. Hiszen nem zárlak ki. Nem kell azonnal válaszolnod, gondold végig, amiket mondtam. Te hozzánk tartozol. Nélküled nem kapom meg anyádat. Ezt tudom, és el is fogadom.
Örülök neki, komolyan. Nekem nincsenek gyerekeim. Te az lehetnél. Hiszen ez nagyon bölcs volt, nagyon kedves. Csak egyet felejtett el, de én megmondtam neki. Már van egy apám. De anyádnak nincs férje. Én az lehetnék. Aztán miért költözött át mégis oda? Erre én is kíváncsi lennék. Miért? Nem hagyhattam egyedül az anyámat. Na, akkor most mondja el, hogy... Harry, felmegyek. Hogy mikor hagyta el tegnap a házat? Járjuk végig együtt az egész utat. Elmegyünk a könyvesboltba, utána a kapitányságra. Na de minek? Nincs itt a férje? Nincs. Bement az irodába. Tudja, ott nélkülözhetetlen. Mindig ezt mondja, és el is hiszem neki. Elnézést. Kulcspozícióban van, amire mindig is vágyott. És engem egyedül hagy. Egy házban, ahol gyilkosság történt. Kér valamit inni? Ó, nem, ahhoz túl korán van. Ráadásul valakivel, aki lehet, hogy egy gyilkos. Tessék, foglaljon helyet. Köszönöm. Fekszik az ágyán, és egész nap zenét hallgat. Tudja, hogy ma bezárkóztam? Tényleg? Réber asszony. Nézze, úgy hallom, hogy maga jól ismerte Foss urat. Nagyon jól. Gondoltam, hogy szóba fog kerülni. Ki mondta el magának? Foss asszony. Sejtettem előre. Tegnap este mondtam is a férjemnek, meglátott, szóba fog kerülni. A férje tud róla? Hát persze. Nézze, nem tudtam volna eltitkolni, még ha akarom sem. Sajnos rajtam mindig minden meglátszik. Aha. Tehát való igaz, hogy maga Foss úr. Nézze, erre nem lehet csak igennel vagy nemmel válaszolni. Nem magyarázna meg semmit. Néha bizony elviselhetetlen egy asszonynak, ha olyan férje van, aki csak az irodájára gondol, a munkájára. Azonnal elmondtam neki mindent, amikor elkezdődött ez az ügy Foss úrral. Réber asszony, mikor kezdődött és hogyan? Úgy egy fél évvel ezelőtt. Igen, tessék! Jó reggelt, Foss úr! Jó reggelt! Bocsásson meg, csak kíváncsi voltam, hogy mit hallgat. Nem akar bejönni? De... Tekergettem a rádiót, de nem találtam meg. Mert ez egy lemez. Hát igen. Méghozzá ez. Kér egy kávét? Az étszerelmére nem akarok zavarni. Egyáltalán nem zavar. Egyedül van? Igen, mindenki elment. Egyedül vagyok. Attól kezdve gyakran feljött. Szívesen jött. És én örültem neki. Egyszer azt mondta... Most komolyan. Lehet társ nélkül élni. Valóban lehet. Egyedül. Akinek nincs senki, az halott. Halott, mielőtt meghalt volna. Ez az egyetlen, amitől tényleg nagyon félek. Így elveszíteni az életet, és... Majd talán már el is veszítettem.
Tudja, valahogy tényleg lenyűgözött, amiket mondott. És hogy mindent feladott azért, hogy élhessen. Valóban mindent megtett ezért. Na igen, nyilván másképp képzelte az egészet. Aztán törvényszerű volt az egész. Úgy értem, ami kettőnk között történt. És a férje simán beletörődött? Tudja, őt nem érdekli az ilyesmi. A lényeg, hogy az irodája nem égett le. Hát én nem értem ezt a fosszúrat, de úgy érzem, hogy nagyon fontos lenne éppen őt megérteni. Nehéz dolog. Igen, igen. Végigjártad az utat a fiúval? Igen. És? Stimmel az útvonal? Elvileg egy fél óráig kellett a könyvesboltban lennie, hogy megállapítsa, hogy a könyv, amit meg akar venni, nincs a raktáron. Nincs otthon senki. Hol van az anyám? Nem tudom. Ilyenkor általában mindig itthon van. Talán félsz bemenni egyedül? Jó estét, Ingo. Jó estét, Ute. Mi folyik itt? Épp azt kérdeztem, hogy nem féle bemenni oda. Még nincs itthon az anyád? Nincs. Ha nem akarsz egyedül lenni, gyere fel hozzánk, jó? Hozz valami italt, és készíts vacsorát, hiszen látod, hogy Ingo teljesen ki van. Fosszasszony, én ezt egyszerűen nem értem. A férje viszonyt kelt Réber asszonnyal. Váratlanul, mint derült égből a villámcsapás. Miért? Szerette magát. És már a férje is volt. Régóta ismerte Réber asszonyt, tehát miért? Miért? Miért csalta meg akkor? Egyszerűen nem értem. Tudja, a fiam, eleinte... Semmi bajom. Eleinte nem költözött át hozzánk. Ugye tudja? Igen, tudom. Bár a férjem feltétlenül ezt akarta. Azt mondta, a te fiad. És mert a te fiad, most már az enyém is. Köszönöm. És aztán váratlanul, néhány héttel később megjelent nálunk. Ingo, úgy örülök, hogy itt vagy. Nagyon örülök, kisfiam. Tudod, hogy miért jöttem ide? Mert nem akarom, hogy szeresd. Vajon szereted-e majd, ha itt vagyok? Szereted-e, ha itt vagyok? És? Nem, nem ment. Kérlek. Ne félj, kedves, nincs itt. De minden pillanatban bejöhet. Nem kéne elküldenünk. Majd én megmondom neki, bízd csak rám. Kap egy szobát, egy lakást és pénzt. Egy fiatal embernek csak örömet okoz, ha van saját lakása és önálló lehet. Nem megy el. Ő mondta, hogy nem megy el. Azt mondta nekem. Nem megyek. Nem költözöm el. Nem akarok. Nem hagyom elvenni az anyámat. Nem akarom. Nem akarom. Nem hagyom. Nem hagyom, hogy elveszítselek. Azt mondtam, hiszen itt vagyok neked. Miből gondolod, hogy elveszíthetsz? Maradj még egy kicsit. Gyere be. Ülj le.
Hallgassunk egy kis zenét. Kérsz valamit inni? A fia gyilkolta meg a férjét? Nézze, Réber úr, maga tudta, hogy a felesége megcsalja Fosszúrral. Elmondta nekem. És egyszerűen elfogadta? Olyan egyszerű azért nem volt. Alábecsültem valamit. Ennek az éhségnek az erejét. Ha szabad így mondanom. Nem tudtam megadni, amire vágyott, gyengétséget, szeretetet, ahogyan neki kellett. Néhány külsőséget, ajándékot, virágot, hízelgést tőlem nem kapta meg. Tegyek szemrehányást neki, pedig én szolgáltam rá. Hát, elismerem, még egy férfitől se hallottam ilyesmit, akit megcsalt a felesége. Persze azért fájt. Nem változott a viselkedése Fosszúrral szemben? Na igen, jobbnak tartottam úgy tenni, mintha nem tudnék semmit. Ráadásul azt gondoltam, úgysem tart sokáig az egész. Ki akartam várni a végét. Féltékenységi jelenetek? Egy féltékeny férj elveszíti a fejét, én soha. A gyilkosság napján mikor távozott? Mindig valamivel 7 után távozom. Legkésőbb 7:30, tegnap előtt 7:45 lehetett. Üzletvezető a Hudson Asbestnél? Igen, a Petwell körúton. A menetidő kb. 3/4 óra. Ezt akarta kérdezni, nem? Igen. Volt még akkor valaki a házban? Fosz asszony. Láttam a visszapillantóban, amikor kihajtottam a kapun. Kijött, és a garázs felé ment. Ezek szerint még 3 voltak a házban. Fosszúr, a mostoha fia és a maga felesége. Igen. A felesége azt mondta, hogy ő 8:30 hagyta el a házat. Tehát a házban csak Fosszúr maradt és a mostoha fia. Igen. Ingo. Aki utolsóként távozott, ezt teszi őt gyanussá. Akkor most térjünk rá a fenyegető levelekre. Valóban. Ott vannak még a levelek. De nem találjuk sehol. Az íróasztalban kell lenniük. Nem, nincsenek ott. Ez az édesanyja szobája? Igen. Rolfs úr, nincs házkutatási parancsunk. Hajlandó lenne a jelenlétünkben átkutatni a szobát? Miért? A levelek miatt. Anyám megmutatta volna maguknak. Nézzen csak körül. Pillanat. Szabad megnéznem? Ismeri a kézírást? Nem. Ki írta ezt? Meg fogom ölni. Ölni.
az apám. Nincs lakása, hol itt alszik, hol ott, ismerősöknél, mit tudom én. Utoljára az MK stúdiónak dolgozott. Már 1000 éve! Harkítsd le! Tudják, már nem védja ki ezt az egészet, elmúlt. Utoljára Larryvel játszott együtt. Pillanat. Larry Frankfurtban él, de már rég nem találkoztak. Jobb is így. Utoljára a Blue Pointban próbáltak együtt. Mm-hmm. Tudja, hol van? Menjen csak. Halló. Nem akarsz oda menni? Nem. Hagyjuk őket magukra egy kicsit. Igen. Bevallotta, hogy ő írta. De nem volt magánál. Padlót fogott. Természetesen nem ő tette. Le kell tartóztatnom az apját. De hiszen látja, milyen állapotban van. A leveleket nem vehetik komolyan. Nem zárhatják be ezt az embert. Csak nem képzelik, hogy végezne valakivel. Önmagával végez. Önmagával. Rolfs úr! Magukkal vitték apát. Ő írta a fenyegető leveleket. Megtalálták a szobádban, az íróasztalodban. De nem ő volt. Ugye nem hiszed, hogy ő volt? Elnézést. Nyitva volt az ajtó. Mi történt? Az apámat letartóztatták. A levelek... Tőle származnak? Szabadon fogják engedni. Szabadon kell engedniük. Hiszen nem képes rá, hogy elkövessen egy gyilkosságot. Ez teljesen egyértelmű. Mégis elvitték magukkal. Ezt nem éli túl. Nincs alibije. Elsőként meg kellett kérdezniük, hogy hol volt. Tegnap előtt 9 körül. Megkérdezték. Na és? Nem emlékezett rá. Stefan, ez a Rolfs. Nem gondolod, hogy ki kéne engedned?
Ő írta a fenyegető leveleket. Ölni, ölni, ölni. Jogos a letartóztatás. Komolyan azt hiszed, hogy megvan a tettes? A tettes. Talán nincs meg, de elkapjuk. Billy? Igen? Réber asszony bekopogott. A mostoha apám ajtót nyitott. Hány óra volt? 8:30. Aztán bejött, én meg azt kérdeztem. Réber asszony? Nem, ő bevásárolni ment, azt kérdezte, vegyen nekünk valamit. Reméljük, hamarosan visszajön. Ma melyik ágy a soros? A tiéd vagy az övé? Nem. Nem tűröm tovább. Menj ki innen. Kifelé. Hagyd el a házat. És ne gyere vissza. Többé ne gyere vissza ide. Elhagytam a házat. Ideges voltam. Zaklatott. Alig bírtam vezetni. Csak útközben vettem észre, hogy a nagy izgalomban ott hagytam a táskámat. Visszamentem. 9 körül volt. Valamivel 9 után. Nem bírtam már tovább. Nem is láttam a kocsiját. Az utcán áll. Értesítenem kell a rendőrséget.
el kell tűnnie innen. Azonnal menjen vissza az irodába. Minek csukatná le magát, hiszen itt vannak a fenyegető levelek. Igen, megmutatta nekem. Mit gondolsz? Azt gondolom, hogy ha majd megtalálják, én leszek az első, akit gyanúsítanak. Igen, és ezt semmiképpen sem hagyhatom. Elmegyek a rendőrségre, elmondom, hogy a mostoha apám fenyegető leveleket kapott, hiszen valóban kapott, léteznek, és én magam teszek feljelentést. Miért gyanúsítanák magát? Gyorsan, menjen vissza az irodába. Az utolsó hónapok bevételeit elemezve, arra a következtetésre jutottam, hogy... Bocsássanak meg, uraim! Schulte kisasszony, kérem a kabátomat. Különös, hiába vagyok már ezer éve a szakmában. Még mindig vannak ügyek, amik megfekszik a gyomromat. Viszlát! 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 Minden jó. Minden érintett, akivel dolgunk volt. Keresett valamit, amit egyszerűen nem kaphatott meg. Pedig akarta. És nem vehette meg. Szeretetet? Látod? Alig merjük kimondani. De így van. Ez talán nyomaszt? Nem kellene? Mi? Írta Herbert Reinecker. Magyar hangok. Újlaki Dénes, Besenci Árpád, Rudas István, Vici Ján Ottó, Frajt Edit, Vas Gábor, Kocsis Judit, Galbenis Tomasz. Magyar szöveg Messina Marian. Hangmérnök és vágó Traut Gyula. Gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva. Szinkronrendező Lakos Éva. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Viderend Kft. Készítette. Zenéjét szerezte Roy Edsel és Willy Tankel. Fényképezte Dietmar Graf és Peter Braumüller. Günther Grevert.